A ma délelőtti óvi olimpián 5 óvoda, a Benedek, a Móra, az Arany, a Gyermekkert és a Rét utcai óvoda 10 fős csapatai mérték össze erejüket. És hogy ki nyerte a vetélkedőt? Hát az a csapat, akinek a leghosszabb volt a kukaca. Valahogy játékosan ki kellett találni valamit, az óvónők ezt a kifejezést, ezt a mértékrendszert találták ide. Nagyon ötletesnek tartom. A lényeg azonban a mozgásomban, ahogy elmondtam itt a rövid köszöntőmben, nagyon örülök, hogy a Challenge Day alkalmával Magyarország városai közül talán a legjobbak között volt a Tatabánya, hiszen nagyon fontos, hogy a gyermekek, a szülők és adott esetben a nagyszülők is mozogjanak, úgy tudunk egészségesebb nemzet lenni. Külön öröm, hogy a gyermekek ma nem a rajzfilmeket, nem a továbbalvást választották, és az óvodapedagógusok is a pedagógus nap alkalmából úgy döntöttek, hogy munkával töltik a délelőttet. Én ezt mindenkinek szeretném megköszönni, és azt gondolom, hogy a mai napnak a versenyzés mellett nem a helyezések, nem a dobogós helyezések a fő mondani valója, hanem az, hogy az óvodáskorú gyermekek egy kellemes délelőttön egy jót mozogtak. És ha ezt a mozgást tudják folytatni később egyesületekben, vagy akár hobbi szinten, akkor azt gondolom, hogy a tanulás is már az iskolában jobban fog nekik menni. Nos, végül a Benedek Elek óvoda kukaca lett a leghosszabb, ők nyerték idén a versenyt, az Arany lett a második, a Móra a harmadik, negyedik lett a Gyermekkert, a Sort pedig a Rét utcai óvisok zárták.